A fiatalok jelentős részét nem érdekli a politika, nem tartoznak semmilyen közösséghez, egyrészünknek nincsenek barátaik, és nincsen jövőképük sem. Sok minden más mellett, ezek is kiderültek egy friss kutatásból, 15 és 29 év közötti fiatalokat kérdeztek meg politikáról, oktatásról, elvándorlásról, és alapvetően arról, hogy milyennek látják a helyzetüket most, és mire számítanak a jövőben. Maróti Tóth Tíme összeállítása. A megkérdezett több mint 8000, 15 és 29 év közötti fiatal többségét nem érdekli a politika, nem tartozik semmilyen közösséghez, és kilátástalannak látja a jövőjét. A válaszadók fele akár tanulás, akár munkavállalás céljából is elhagyná Magyarországot, miközben több mint egyharmaduk nem beszél egy idegen nyelvet sem. A kutatásból kiderül, hogy a kelet- és közép-magyarországi fiatalok egyötöde az általános iskola elvégzése után teljesen kikerül az oktatási rendszerből. A nyugati régióban ez az arány kisebb, 8%. A kutatási eredmények kapcsán gimnazista és főiskolás fiatalokat kérdeztünk arról, hogy ők hogyan látják a saját helyzetüket. Itthon leginkább, mert orvosira szeretnék menni, és ugye az itthon egész jó, úgyhogy döntöttem, hogy akkor maradok. Itthon szeretném. Miért itthon? A nyelvtudással hadilában állok, de tanulom. Először szeretnék elvégezni egy orientalisztika szakot Cambridge-ben, majd tovább tanulni Japánban, és visszamenni Cambridge-be, vagy a Harvard Egyetem, és emme alatt pedig politikai tanulmányokat, vagy nemzetközi kapcsolatokat tanulni, és a külügyminisztériumban elhelyezkedni. Persze beszélünk róla, tehát téma, főleg így ma, mivel hogy így minden erről szól. Tehát én fontosnak tartom, hogy az ember tájékozott legyen, teljesen mindegy, hogy mennyi idős és milyen szakmája van. Kicsit. Én nem kísérem figyelemmel. Megélhetés, ez így lehet, hogy nehéz lesz. Egyrészt, másrészt meg, hogy utána nem tudom, hogy mennyire lesz munka lehetőség, hogy fog tudni elhelyezkedni, meg hogy milyen fizetéssel. Nekem a párom is orvos, és valóban mi ezen nagyon gondolkozunk, hogy jó lesz-e hosszú távon az, hogy két orvos fizetésből meg tudunk élni. Vajon milyen időtartamon belül sikerül majd munkát találni, illetve hogy hol fogok munkát találni? A megkérdezett fiatalok többsége egyértelműen az álláskeresés nehézségei miatt aggódik, vagy azért, hogy egyáltalán lesz-e munkájuk, és ha igen, milyen és mikor. A kutatás eredményei szerint ez országos probléma. A legtöbben a kilátástalan jövő, a munkanélküliség, a céltalanság és a létbizonytalanság miatt aggódnak. Az egyik legmegdöbbentőbb adat szerint a fiatalok nem csak a jövőjüket érintő kérdésekben bizonytalanok, de negyedük azt állítja, hogy nincsenek barátai sem. Maróti Tóth Tíme, 7.24. Nagy Ádám a vendégem, ifjúságkutató, egyetemi docens, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Jó estét kívánok! Szörnyű szavakat hallottunk, meg olvashatunk a kutatásban, ha fiatalokra gondolunk. Mert ugye az apátia, a kilátástalanság, a céltalanság, a nem lehet köze fiatalokhoz. Ennyire szomorú a kép, amit önök láttak? Hát szomorúbb a kép valóban, mint korábban. Ugye az ifjúságkutatási hullámok, ezek 4 évente történnek Magyarországon 2000 óta. Rendre azok voltak az eredmények, hogy munkahelyi problémák, munkahelykeresés, pénz, stb. Volt a klasszikus probléma. Most valóban a kilátástalanság az szomorú, de élre tört, vagy szóval vannak bizonyos településtípusok, vannak bizonyos régiók, ahol már megelőzi a klasszikus problémákat. Tehát ugye ez azért fájdalmas, mert nincs pénzem, abból az következik, hogy lehet. A kilátástalanságból meg nem következik, hogy jó lesz nekem. A kilátástalanságból az a szomorú dolog is következhet adott esetben, hogy elmegyek, mint ahogy más kutatások mondják, a fiatalok, a gyerekvállalási korú fiatalok 7/8 külföldön van. Nincs ilyen kutatási adatunk, de hát nem lehet nem észrevenni azt, hogy vagy megkutatni majd azt, hogy e között van a két adat között, van-e összefüggés. Tehát nincsenek kilátásaim, inkább elmegyek. Elhagyom a hazámat. Hát ez nagyon leegyszerűsítő már az én számból. Világos, az én számból is az. De van köze az igazsághoz. Van köze az igazsághoz. Mennyire drámai a különbség Kelet és Nyugat-Magyarország között? Van egy nyugat-keleti lejtő, elég sok mindenben, elég sok tőkében, gazdasági tőkében, kapcsolati tőkében, kulturális tőkében a nyugati régió az jobb helyzetben van, mint a keleti. A déli vidékek, ezek nagyon érdekesek, vagy nagyon ambivalensek. Pécs, Szeged, a Balatonpart erősebb, és az apró falvas települések pedig gyengébbek. Mondjon a végén valami jót.
szebbek vagyunk, mint 4 éve. Igen. Szebbnek látjuk magunkat. Így van, 2008-hoz képest a 2012-es adatokban a fiatalok szebbnek látják magukat. Szerintem szebbek is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és mindezt elmondta nekünk.